A nem fajtista kutyákat érintő ivartalanítási kampányról beszélgetek a következő percekben dr. Bükös Izabella Alida állatorvossal, aki a Sirius Animal Rescue alapítvány munkatársa is, amely alapítvány elindított egy tudatosítási kampányt az ivartalanítási kötelezettségről és annak hosszú távú jótékony társadalmi hatásáról. Jó napot kívánok a doktornőnek, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Jó napot kívánok. Uh, ugye itt egy ivartalanítási kampányról beszélünk, amelyet a Sirius alapítványa indított el, de amely kampánynak előzménye bizonyos jogi uh, keret is, hiszen Romániában kötelező módon ivartalanítani kellene a házi kedvenceket, amennyiben azok nem rendelkeznek pedigrivel. Jól mondom? Igen, a törzskönyv nélküli kutyákat kötelező módon kell ivartalanítani. Erre van külön egy jogszabályzatunk, de még mi mielőtt erre eljutottunk, ehhez a ponthoz eljutottunk, uh, körülnéztünk az állatorvosi kamara statisztikáiban, ami szerint Kolozs megyében 139.327 kutya van öm, nyilvántartva, Értem. és ennek csupán 15%-a van ivartalanítva. Ami nagyon kevés. Nagyon kevés. Románia szinten rosszabbul állunk, ugyanis 2.911.314 kutya van nyilvántartva, és ennek csupán 11%-a van ivartalanítva. <laughs> és hozzátenném azt is, hogy ezek a, a számok, ezek nem nem reálisak, mivel nagyon sok kutya, kutyának nincsen csipje. Evidens, tehát azok a kutyák, akik amelyek is a, tudunk. a tömbházak környéken különböző negyedekbe szaladgálnak, és akiket ugye kóbor kutyáknak nevezünk, bizonyára nem csippelt kutyák, ergo nem tartoznak ezekhez a számadatokhoz. Igen, tehát ők nincsenek ide bevonva, és ezek mellé még hozzájárulnak a cicák is. A cicáknak nincsen semmiféle adatbázisuk, tehát ők szabadon mászkálhatnak, és tulajdonképpen senki nem vállal érdeket. Csak irányú, azért, hogy tisztázzuk, és hogy jobban értse a néző is, az ivartalanítási kötelezettség nem csak a kutyákra, hanem a cicákra úgy szintén vonatkozik. Tehát nekünk van Kolozsváron a 354 per 2015 második cikk uh, harmadik bekezdésében a megyei uh, tanács határozata szerint Igen. A kutyákat kötelesek vagyunk ivartalanítani, de ugyanebbe belevonhatjuk a cicákat is. Ugyanis ők is kétszer egy évbe szaporodnak, uh -huh. és a, a gond az ugyanolyan nagy velük kapcsolatban is. És van egy országos sürgősségi rendelet is, mi szerint ugyanígy ö, kötelesek vagyunk ö, az ivartalanítást... Ö, Elvégezni, elvégezni, pontosan, amennyiben nincsen pedigréje annak az állatnak. Most itt De... különbözik uh, tulajdonképpen a, az, hogy a bírság uh, mennyire van kiírva. A, a, ahhoz képest, hogy mit mondott a, a sürgősségi rendelet, Igen. a tanácsi határozathoz képest, amit, amit csak ami csak Kolosvári szinten van. Ami csak Kolosvára vonatkozik, hogyha jól tudom, akkor a teljes országra vonatkozó sürgősségi rendelet a, a kapcsán talán 300 és 500 lej között van a bírság. 5000 és 10000 lej között. Opa. És tehát, hogy ö... akkor ez sokkal nagyobb. Igen, és Kolozs megyében meg 300-500 között. 300-500, ami Kolozs megyét igen. illeti, és országos szinten, tehát amennyiben kijön ki, ki, ilyenkor, tehát az állatvédelemtől jön neki? Ki, ki az, aki kijön hozzám haza, és azt mondja, hogy ez a kutyus nincsen ivartalanítva, ergo fizetni kell, Kitengedhetek így be a házba? Az a helyzet, hogy a, a hatóságok ésen nélkül, ez egy végtelen csata. És uh, tulajdonképpen azért is létezik ez a végtelen csata, mert uh, nem jön ki senki. Tehát ezt nem kér is számon senki tőlünk, hogy uh, ivartalanítottuk-e vagy nem, hogy uh, be van uh, csippelve vagy nincs, uh -huh. és akkor e ennek Tehát van csen... egy törvény, aminek gyakorlatilag a ami... metodológiáját nem tudják betartani, nem tudják, hogy mit Igen. kell vele kezdeni. Tehát van egy, egy törvény, talán... ami... ami... Tulajdonképpen Európa szinten az egyik le legjobb törvénykezés, de nem tartja be senki. <hül> Nagyon fontos erről beszélni, és minél többet beszélni róla, hogy eljusson ugye az értőfülekhez és nem feltétlenül csak a kutya tulajdonosok füléhez. Doktornő, miért fontos az ivartalanítás? Nagyon fontos a szaporodás céljából is, de ugyanakkor egészségügyi szempontból is. Ugyanis egy piometrás kutyát nagyon könnyen el lehet veszíteni. Tulajdonképpen a, a kölyközésnek is a rizikói nagyon nagyok, amiket az emberek nem tudnak azelőtt, mielőtt a kutya vemhes marad, vagy akár oda kerülnek, hogy nem sikerül megkölj De mi ezeket a, a dolgokat így egyensúlyba téve, e tekintetben benyújtottunk a Kolozsvári Polgármesteri Hivatalhoz egy vissza nem térítendő finanszírozás iránti kérelmet, Most amelynek segítségével tudatosítjuk az emberekben az ivartalanítás kötelezettségét, és ennek jótékony hatás is. Most jó, erre várjuk le, a választ. Jó, jó, melyek ezek a jótékony hatások? Én a felvezetőmben is elmondtam, hogy hosszú távon bizonyára, hogy társadalmi szinten jótékony hatások jelennek meg. Na, melyek lehetnek ezek? Hát például az is, hogy kimegyünk az utcára, és nem találkozunk össze egy egész csapat kutyával, amelyik akár veszélyes is lehet a párzási időszakban az emberre nézve. Ugyanakkor a saját házi kedvencünk is, amelyeket a lakásba tartunk, és már családtagként kezelünk, Neki meg az egészségügyi szempontjából ö, nagyon fontos az, hogy ivartalanítva legyen. Csökkennek a, a tumorok ö, esedékes ö, megjelenései. Ö, a Tehát ez egy nagyon jó válasz annak a kolléganőnek, aki ma éppen délelőtt beszélgettünk erről a témáról, és azt mondta, hogy Á, én az enyémet nem engedem ki az udvarról, nem érintkezik más kutyával, stb., tehát nincs kitéve annak a veszélynek, hogy majd esetleg kölykei legyenek, de ezek szerint nem csak ennyiben áll a dolog. Nem, nem, tehát ráko, rákos daganatok is megjelenhetnek, ami ugyanúgy az, az állat ö, egészségének a rovására megy, sőt, elhalálozhat tőle. Értem ugye el is kezdték már ezt a tudatosítási kampányt, hogyha jól tudom, akkor itt a Kolozsvár környékén, de mondja, azt nagy nagykapuson? Igen. Nagykapuson 2019 óta folytatunk egy ivartalanítási programot, ez nem kampány. Ugye minden szerdán ott vagyunk, és minden szerdán időpont kérés által ivartalanítunk egy jól meghatározott számú kutyát és macskát, gazdával vagy gazda nélkül és ezáltal az emberek tudják azt, hogy jöhetnek, mert a, rendelők, a kolozsvári rendelőkbe azért egy elég jó kis összeget elkérnek egy ivartalanításért, mi ezt ingyen biztosítjuk, csupán annyit kell, hogy felhívjanak bennünket az emberek, kérjenek egy időpontot, megegyezünk, és ez szerint minden szerdán el lehet hozni a, az állatokat. Ingyen, nem csak bérmentve. kapus, bérmentve, nem csak kapusról, hanem a környékről is. Tehát nem csak a, a kapusiaknak a, a gondjaitok gondjait, gondjait, megoldják, meg ezáltal uh, élnek az emberek a lehetőséggel. Tehát, hogy eddig ugye mondta, hogy 2019-ben kezdték el ezt a kampányt, hányan voltak néhány hónap leforgással? 2019-ben kezdtük el a kampányt, és az Evermore Dog Rescue, nagy britanniai partnerünk segítségével, 2019-ben. Uh, 138 cicát és 158 kutyát ivartalanítottunk. Ez csak kapuson. jó szám? Most, hogyha csak a, a kapusi idézőjelben használom, az ott felhozatalt nézzük, hogy tehát mennyi cica, mennyi kutya van. Ahhoz képest ennyit ivartalanítani jó az arány? Nem a legjobb, de ahhoz képest elég jó. Tehát azt nézzük, hogy az emberek, akikkel akikről beszélünk, nincsenek média közelben. Tehát idős emberek, akik nem tudnak facebookozni, nem tudnak egyéb médiához uh -huh. hozzájutni, és Tehát ennek a kampányokhoz az nem feltétlenül tud eljutni Igen. nagyon könnyen hozzájuk, és a szomszédtól esetleg meg tudják, hogy ha Igen. a szomszéd elvitte, Igen. akkor elviszik. Tehát el, ők, hogyha valaki magukus. eljött, és mondja, hogy Kati néni, akkor van lehetőség ivartalanítani a kutyát vagy a, a cicát, akkor megteszik. Arra vonatkozó felvételeket is átküldött a doktornő nekünk, hogy hogyan mentenek meg kutyákat esetleg, ugye? Van, amikor kölyök korban, van, amikor idősebb kutyákat próbálnak megmenteni. Hogyan találják meg ezeket az állatokat? Valaki felhívja önöket, vagy éppen elsétálnak egy erdő szélén és hallanak hangokat, vagy hogy történik ez? legtöbbször az emberek hívnak föl bennünket, és segítséget kérnek. Ez most nekünk egy, egy lehetőség arra, hogy minél több embert Ben tudatosítsuk azt, hogy milyen kötelezettségek vannak az állatokkal szemben. Ez azt jelenti, hogy én kiszállok, megkonzultálom a kutyát, és elkezdjük neki az oltási részét az oldási sémát, ami nagyon fontos. Tehát mi nem vihetünk be a közösségbe egy olyan kutyát, amelyik nincs beoltva, és amiről nem tudjuk, hogy klinikailag egészséges-e. Értem. Tehát akkor ezeket a kutyákat miután megmentették, ugye egyszer megnézik klinikailag, hogyha rendben vannak, hogyha jól tudom, és itt az előbb említett is egy az Evermore Dog Rescue-t, a nagy britanniai, egy nagy britanniai egyesület alapítvány, civil szervezet mindenképpen, hogy velük együttműködésben vannak. Igen. Olyan is van, hogy ezeket a kutyákat aztán örökbe fogadják, például Nagy-Britanniában? Igen, tehát az Evermore Dog Rescue segítségével 2019-ben 332 kutyának adtunk otthont. 2018-ban pedig 131-nek, ami egy. Nagyon jó szám. Ez, sokan az emberek skeptikusak azzal kapcsolatosan, hogy elküldjük a kutyákat külföldre. De nekünk nagyon jó visszajelzésünk van. Létezik egy csoport, amin az, új, az újdonsült gazdik képeket küldenek velük, és folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Ez velük. azt jelenti, most fogalmazódik meg bennem a kérdés, hogyha innen adoptálnak kutyákat, hogy ott. Ezek szerint működnek azok a programok, amik itt még nálunk nem, és nincsen annyi kutya, hogy ott tudjanak örökbefogadni? Működnek a programok, persze nekik is vannak kisebb, nagyobb, nagyobb gondjaik, másképp rendezték a, az utcai kutyáknak a gondját, de tulajdonképpen ők segítségül jönnek, hogy mi, mi is tudjuk ezt normalizálni. De ehhez szükségünk van a. A hatóságokra Negemet is. mert ugye nem tudnak aztán minden kutyust örökbe fogadni, és külföldre vinni, itt nekünk kell intézni a egy saját Egy telített piac lett. lesz egy idő után. Értem. Mik a kampánynak a következő lépései, hogyha kérdezhetem? Mi folytatjuk a kampányt kapuson, ez, ez ugyanígy minden szerdán megy tovább, és aztán, hogyha az emberek többet jönnek, és uh, szükség lesz rá, és mindenki megnyílik, akkor uh, más falvakban is uh, szeretnénk ilyen kampányokat Hol lehet érdeklődni? Hozni. Például kapuson, aki még szeretne ivartalanítani, hol érdeklődhet? Hát a mi oldalunkon meg lehet minket... Tehát interneten, uh, igen. és hogy keresünk rá? Sirius Sirius Animal Rescue. C Sirius Animal Rescue. ró, gondolom. Uh, semmi, C semmi, semmi ennyi. csak ennyi. Igen, igen, bejön az oldal, és ott akkor föl lehet önökkel venni igen. a kapcsolatot. Ott vannak ott telefonszámok. Hogy... Uh -huh. és, és akkor kiszállnak... Lehet és intézik tovább a Igen. kutyusnak a sorsát. Köszönöm szépen, doktornő, hogy befáradt és mindezekről beszámolt, és hát várjuk vissza a fejleményekkel, mert hogy úgy gondolom, hogy ez mindannyiunk számára egy nagyon nagy téma. Köszönöm szépen! Mi is köszönjük szépen!